Köszöntöm a kedves nézőket! Híróránknak ma is vendége van, mint ahogy majd ezt követően minden kedden. Ezúttal dr. Sükös Ferenc alkotmányjogász kértem, hogy legyen mai vendégünk. Szeretettel köszöntöm. Köszöntöm. Együtt néztük végig a híradót és kísértük végig Pécs mai napját, elolvastuk az újságokat, hallgattunk rádiót, és gyakorlatilag ugye arra vállalkoztunk, hogy ezt a mai napot valamiképpen kommentáljuk. Én azt gondolom, hogy ha akár az újságot olvasva, vagy a saját híradásainkat nézve is, nagyon fontos hír, nem tudom, hogy mennyiben jó, hát semmiképpen sem az, hogy valószínűleg emelkedni fog a tömegközlekedési eszközök a jegyek ára. Ez régóta várható, volt is már róla szó. Tanár úr, ön autóval vagy tömegközlekedéssel jár? Köszöntöm a nézőt. Remélem azért ez az első kérdés, hogy a nehezén túl legyünk, mert ez a legrosszabb hír volt nyilván a mai blogban. Ki örül annak, hogy emelkednek az árak? Én autós vagyok, de naponta tömegközlekedéssel járok, tehát mind a két oldalról meg tudom közelíteni. Nyilván nem örvendetes egy buszon közlekedőnek, hogy többet kell fizetnie, bár éppen ma vettem meg az e-havi bérletet, tehát ebben a hónapban már gondolom nem ér a neve az áremelésnek. De meg kell mondanom, hogy én elhiszem, amit mondanak. Én hiszem azt, hogy itt valóban baj van, itt valóban meg kell emelni az árakat. Elhiszem ezt az érvelést, mert én nem vagyok szakember ebben a kérdésben, de hát azért azt ne várják el, hogy örüljek ennek az áremelésnek. Kétség kívül mindenféle viszonylatban azért ez a tömegközlekedési ár még nem túlzott a magas más összehasonlításban, de ne hasonlítgassunk, mert a bérek sem olyan magasak. Hát ha emelni kell, akkor majd valamit elviselünk. Hát drukkolok, hogy minél kisebb legyen. De hát annál még talán mindig jobb, mint hogy a járatokat, mint ahogy azért ígérvény volt, hogy csökkentik, ha netántán ez az áremelés valamiképpen nem valósulhat meg. Most én azt gondolom teljesen laikusan, hogy itt az útviszonyokkal van inkább baj. Hát én például azért járok busszal, mert az autóval hosszabb idő alatt tudom a munkáimat megközelíteni. Mert olyanok az útviszonyok. És ezért választom inkább ezt. Hozzáteszem, hogy az autó még mindig jóval drágább, és talán még azt is mondhatnám, hogy nem feltétlenül kényelmesebb egy bizonyos útvonalakon. Tehát azért látni kell, hogy itt volt egy fejlődés az elmúlt időszakban, kétségkívül volt egy kényelmesebb irányba való eltolódás, és nem csak ezeknek az új buszoknak köszönhető ez. Hogy ennek milyen hatása van az áremelésre, vagy valóban annak, amit itt hallottunk érvelést, tehát ezt én nem tudom megítélni. Biztos, hogy az a tendencia, hogy itt folyamatosan nőnek az árak, de én folyamatosan nem fogok örülni ennek az áremelésnek. Én gondolom, hogy mindenképpen érdekes az a hír is, hogy egy Baross Gábor terem nyílt Pécsett a közútkezelőnél. És ez szorosan összefügg az imintiekkel, bár út, vasút azért nem áll túl távol egymástól. Talán Baross Gábor óta nem volt olyan összeszedett közlekedéspolitika és fejlesztés, mint akkor megvalósult. Szóval Baross Gábor nevét ma említeni, meg példáját hozni azt gondolom jó. Igen. Bár nem a Baross térről. Bár nem a Baross, igen. Az esetben már az elhíresült egy kicsit. És ez a Baross Gáborral kapcsolatosan azért azt hadd említsem meg, hogy nem csak, hogy nem volt ilyen egyértelmű politika, közlekedés, fejlesztési politika, azt gondolom, ilyen formátumú ember sem volt azóta. Ami nagy hiány. Mert lehet, hogy egy kicsit erőltetett a hasonlat, de a kiegyezés utáni fejlődés lehet, hogy egy kicsit hasonlatos a mai Magyarország fejlődéséhez. Például közlekedési téren. Ott is azért egy új államiság kialakulásával, egy Európa felé közeledéssel próbáltuk felemelni, vagy próbálták felemelni Magyarországot, aminek Baross Gábor érharcosa volt, és a maga területén hihetetlen fejlődést tudott felmutatni. Azt gondolom, hogy most majdnem ilyen helyzetben vagyunk, mondom, lehet, hogy erőltetett a hasonlat, hiszen ha itt a közlekedésben mi nem lépünk, akkor jelentősen lemaradunk, hiszen itt valóban azok a fejlesztések elhanyagolhatatlanok, amik mind vasútnál, mind úthálózatban meg kell tenni ahhoz, hogy valóban így lehessünk. Most hozzáteszem azért a Baross Gábor személyével kapcsolatosan, hogy azért kíváncsi lennék, hogy a mai Magyarországon milyen központú
hálózatot hozna létre. Mert természetesen az a úgynevezett Budapest központú sugaras közlekedés szerkezet, az lehet, hogy ma sokaknak azért kárára van, és itt nyilván a vidékre gondolok, mert nincs azért egy átmenő forgalom mondjuk a Dunántúl meg a Tiszántúl, Dunatisza közeg között, tehát van ennek hátránya is, lehet, hogy ma már nem ezek a prioritások érvényesülnének, mint amik teljesen természetesen az akkori Magyarországon érvényesültek. Tehát van itt azért egy ilyen meghasonlás is ebben a dologban. Tanár úr, folytatjuk még a beszélgetést. Kedves nézőink, a Hírúra mai vendége dr. Sükös Ferenc alkotmányjogász. Megnézzük a gazdasági híradót, és aztán folytatjuk. Azoknak a kedves nézőknek mondom, akik később kapcsoltak Híróránkban, hogy mai vendégünk dr. Sükös Ferenc alkotmányjogász, és hát bármennyire is a véletlen hozta így, de ugye ezt megállapíthatjuk, hogy vidékfejlesztés, közlekedés a szinte elválaszthatatlan fogalmak, lám csak Komló, de még mondhatnám Pécset is. Minden település valamilyen egyéni módot keres a kitörésre. Hát Komlói Expóval kapcsolatosan, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy nagyszerű dolog az, hogy egy város, amelyik tulajdonképpen a fő gazdaságát elveszítette, élni akar, mert élnie kell. Nincs ennél több kommentár. Minden eszköz ennek alárendelve csodálatra való. Így az Expo is, egyáltalán azok a fejlesztési törekvések, amivel a város évek óta foglalkozik. Hát másképp nem lehet. Biztosítani kell az életkörülményeket minden eszközzel. Ez úgy tűnik, hogy egy jó eszköz, sok helyütt bevált, itt miért ne válna be, megvan bizonyos infrastruktúra, megvan az emberek akarása, akkor valószínű, hogy itt azért lesz csoda, mert sokszor ma azt gondolná az ember, hogy csak az segíthet. Egy felsőoktatási intézmény oktatója lévén gondolom, hogy különösen jó érzésen hallotta, hogy együttműködés, egy város gazdasági egysége, mint mondjuk az Elkotek és az egyetem egyik arra, nevezetesen most a Polák Mihály Műszaki Főiskola között. Ez a világon, legalábbis annak fejlettebb részében, ez abszolút természetes. Igen. Nálunk talán még kezdetben jár. Kezdetben jár, azért lehet nagyokat lépni előre. Hát ez is egy lépés. Nem tudom, milyen volumenű ez a lépés, de hát vagy a kezdet, Poláknak különben, Polák Mihály Műszaki Főiskolának, ennek itt különösen nagy hagyományai vannak, itt az együttműködésnek. Más karoknak is példát mutathat ez az együttműködési készség, vagy ezek a tapasztalatok. Ezt így kell csinálni. Enélkül manapság elszigetelt tudományszervezés, vagy oktatás ma már elképzelhetetlen. Aztán még egy nagyon érdekes momentum, hogy az idegen nyelvtudás az majdnem azonos értékű, vagy legalábbis feltételezetten hozzátartozik a diplomához, ugyanúgy, mint a szakmai tárgyak. Így van, így van. Hát Európába megyünk, és hát viszonylag kevesen ismerik a magyar nyelvet, tehát ez hozzátartozik a dolgokhoz, de ez azért évek alatt azért is kialakul, mert úgy gondolom, hogy egy-két év is a középiskolából már nyelvismeret nélkül nem kapunk hallgatókat. Jut eszembe, hogy tanár úr korábban lelkes résztvevője, na meg aktív, nem csak lelkes, az Európában megyél a megye című rendezvénysorozatnak. Hát ugye az már majd egy évtizeddel ezelőtt ezt a tendenciát készítette elő. Igen, hát azt hiszem másfél hét múlva lesz az újabb rendezvénysorozat. Ők előre gondolkodtak már 10 évvel ezelőtt, vagy mi előre gondolkodtunk 10 évvel ezelőtt, és hát szerencsére ebben az évben is meg tudjuk ezt szervezni. Hát ameddig lesz megye, addig lehet, hogy lesz konferencia. Hát a konferencia lehet, hogy később fog megszűnni, mint a megye. Tehát ez már megint tudományos kérdés. Igen, de hát hallottam, hogy azért már annyiban követi a tematikája ennek a rendezvénynek, hogy most már nem csak megyéről, hanem régióról, kistérségekről is szó van. Tehát ennyiben már maga a rendezvény is fejlődött. Így van, így van. Hát ez a mai aktualitás. Gondolkodni kell kistérségbe, tehát nem csak a megye majorizál, hanem gondolkodni kell kistérségbe. Tehát ha úgy tetszik, gondolkodni kell az egyik oldal felé, szándékosan nem mondom azt, hogy lefelé, meg fölfelé, az egyik oldalra, az egyik irányba is feltétlenül gondolkodni, régió nélkül azért már nem lehet, vagy régió mellett már nem lehet elmenni, lehet éltetni, lehet lehúzni a régiót, lehet elodázni a regionalizációt, de hogy valamikor
ez lesz a jövő, az biztos. Én úgy hallottam, hát nem csak hallottam, hiszen ön is tudja, hogy ha igaz, hogy akkor belátható időn belül a megyék megszüntével, ha megszűnnek, akkor 5-6 régióra oszlik Magyarország, és ezzel egy egészen másfajta közigazgatás. Úgy van, ne szűkölködjön a számokban. Tehát a régió számadatait, vagy a számait tekintve, én 6-tól 154-ig mindenféle variációt megéltem az elmúlt 10 évben. Tehát nem, nincs olyan kutató, aki azonos számot mondana, egy számot nem mondanak ki, hogy 19. Az annyit jelent, hogy a megyékre nem ír. Tehát a 6-ot rögtön megtámadták, és azt mondták, hogy 7 legyen. A 154 túl soknak tűnt, ezért azt mondták, hogy legyen csak 147, tehát ezekkel a számokkal lehet szórakozni. Az biztos, hogy valóban egy európai minta felé haladva a regionalizáció az meglépendő lépés. De még egyszer mondom, hogy az sem elékes, hogy mikor, milyen felkészültséggel, mert látjuk, hogy itt éppen ebben a idézővel vetett régióban, tehát a dél-dunántúli térségben egy-két év alatt micsoda konfliktusok vetődtek föl, pedig még nincs is régió, hanem csak egy tanács van, és már minden anomáliáját felmutatta, hogy egy ilyen együttműködés, ami túllépne megy a határokon, milyen konfliktusokat hoz felszínre. Ugyan tanár úr azt ígérte, hogy a beszélgetésünk első részében átesünk a nehezén, de hát ezek szerint még mindig ott tartunk. Most a kulturális iratú jön, talán könnyebb lesz. Jöjjön. Én azt hiszem, hogy ha valaki a Pécs szépségeinek, Pécs város értékeinek megmentéséről beszél, akkor legtöbb esetben ennek a tárgyasult formáját érti ez alatt. Nevezetesen restaurálások, házak felújítása, de az, hogy ennél talán még maradandóbban eltenni egy város értékét 500 évre, 1000 évre, erre vállalkozhat egy fotóművész, erre vállalkozhat a művész maga, aki a város iránti, a táj iránti szeretetéből mindezt megteszi. Én is itt jártam ezen a kiállításon, lenyűgöző. Gondolom, hogy azért a mai újságból láttam néhány képet, és most a bejátszásból. Én nekem a szeretet, a lokálpatriotizmus az, ami kisüt ebből a kiállításból. Ki gondolná, hogy egy ilyen számomra eddig eszköztelen kifejezésmód, mint a fotográfia, ami azért mégiscsak tükre, fénykép, az ember azt gondolja, hogy mi lehet ebben a művészet. Ennyi mindent rejt a mély bugyraiban, a szépségből, az összevetésből. Hozzáteszem, én nagy tisztelet vagyok a művészetnek, a fiam festészetétől az én ostoba fényképezésemig, de meg kell mondanom, hogy ott is az ember igyekszik valami szépet megragadni még egy kirándulás alkalmával is. Hát itt meg azért egészen magas, ha nem a legmagasabb színvonalon kapjuk meg. Egyet hadd tegyek még hozzá, ugye itt az jutott eszembe itt a művész úrral kapcsolatosan, hogy azért jó, hogyha többen vannak egy közösségben, akik ezt vállalják. De itt nagyon kiváló neves fotoművészek vannak a városban, minél többet meg kell ismernünk. Más szemléletmód, más megközelítés, és azért, hogyha kultúráról beszéljünk, ne feledjük el, hogy Pécsnek az ereje még mindig azért ebben is rejlik, hogy a kultúra azért jó táptalajra talált ebben a városban. Ezzel is ki tudunk emelkedni, és meg tudjuk erősíteni magunkat. Tehát ezért minden kezdeményezés, minden kiváló alkotás az éjjenezhető, és csodálatra méltó. Csoka Károlynak különös érdemei vannak abban, hogy a város értékeinek, a szépségeinek az átmentése az e fajta módon is eképpen tényleg hosszú időre birtokunkba maradjon. És hát, ahogy mondod, tényleg gyakorlatilag az ő szemével, az ő optikáján keresztül láthatja majd meg az a kései utódunk, akinek már lehet, hogy fogalma nem lesz, hogy hogy nézett ki Pécs 2000-ben az ezredfordulón. Igen, hát különben ilyen képek között ülünk, amilyen volt Pécs valamikor. Yeah. De hogyha erről beszélünk, erről nekem pedig az jut eszembe, hogy én el tudom fogadni az absztrakt művészetet is. De azt azért már nem, amit már végképp nem értek, ami nyilván az én hibám. Ezek annyi sok mindent sugallnak, és azonnal sok asszociációt indítanak meg az emberben. Tehát több impulzus éri a képek által. Egy ilyen non-figuratív, mert a fényképezetben, fotográfiában is van már ilyen. Az ember megnézi, és azon gondolkodik, hogy mégis mi ez.
Tehát érdemes erre több másodpercet felhasználni, vagy pedig elcsodálkozik, hogy jé, én még ilyen szögből nem láttam. Ez is Pécs, ez is ez a ház. Nekem ez nagyon nagy élmény, és nyilvánvalóan meg fogom nézni ezt a kiállítást, mert hát így is már egy csoda. Bár láttam néhány részletét már egy korábbi kiállításban. Akkor most sportoljunk egy kicsit. Sportoljunk. Bár nyugodtan beszélhetnénk a teniszről is, amit aktívan üzöl, na jó aktívan, de időnként, meg a futballról is, amit viszont korábban. Ennek ellenére most a beszélgetésünk végén és az utolsó egy-két percben egy egészen más dologról kérdeznélek. Nincs olyan hét hónap, hogy ne kerülne megint felszínre, hogy itt-ott valahol aláírásokat gyűjtenek a halálbüntetéssel kapcsolatban. Mint alkotmányjogász, kérdezlek, most már azért váltottam át erre, mert az elmúlt alkalommal lelepleződtünk, és fölhívtad a figyelmet, hogy akkor most döntsük el, hogy mit csinálunk. Hát most a nézőknek mondom, hogy régóta tegeződünk is, a lelepleződés ekként van. Szóval, ugye alkotmányjogi kérdés a halálbüntetés megváltoztatása, ezt népszavazással vagy bármi más módon nem lehet megváltoztatni. Dehogy nem lehet, hát lehetne. De most, hogy ha az a halálbüntetés, azért nem tudtam meg spórolni, vagy megúszni ezt a szakmaiságot ezek szerint, nem. Pedig szívesen beszélik a sportról. Most a halálbüntetésnek van alkotmányjogi aspektusa, de azért nem csak alkotmányjogi, hanem nyilván büntetőjogi, vagy kriminalisztikai, stb. Kérdés is. Ha alkotmányjogilag közelítem, mert ez azért valamelyest mégiscsak jobban értek, akkor azt kell mondanom, hogy ez általában nem népszavazási kérdés. Tehát nincs olyan ország, ahol ezt ne kérdeznék meg a polgároktól közvéleménykutatás keretében, és alig van olyan ország, ahol a polgárok ne arra szavaznának nagy többségben, hogy legyen halálbüntetés. Ezek után természetesen minden magára valamit adó parlament nem is veszi napirendre ezt a kérdést. Mert ez nem feltétlenül ilyen tömegkommunikációs ügy. Az is attól is függ, hogy hogyan válaszol a polgár, hogy éppen milyen időszak van, tehát nyilván több drasztikus bűncselekmény elkövetésénél megnövekszik a halálbüntetést visszaállítók száma. Tehát az is manipulálható. De visszatérve az alkotmányjogi vetülethez, ez annyiban alkotmányjogi kérdés az én véleményem szerint, hogy beleillik az alkotmányi szabályozásba. Ami ma nincs így. Nincs benne a magyar alkotmányban a halálbüntetés eltörlése. Az újabb alkotmányokban például a környező országok volt szocialista országok alkotmányainak az új rendezésében jobbára benne van. Ezek közül különben mindegyik kizárja a halálbüntetést, kivéve az Orosz Föderáció alkotmányát, ahol megengedi bizonyos bűncselekményeknél. De most itt az a fura helyzet állt elő alkotmányjogilag, hogy ezt ugye az első döntései között az alkotmánybíróság mondta ki, hogy a halálbüntetés az alkotmány ellenes. Tehát a halálbüntetést az alkotmánybíróság törölte el. Most a helyzet paradoxon az, hogy a népszavazás az abban az irányba mutat, hogy az alkotmánybíróság döntsön abban a kérdésben, hogy ez alkotmányos vagy nem. Hát hozzáteszem, hogy bár részben kicserélődött az alkotmánybíróság személy összetétele, de miért várjuk el attól a testülettől, hogy most kimondja azt, hogy ezelőtt 10 évvel vagy 9 évvel rosszul döntött. Ez persze vita kérdés, hogy rosszul döntött vagy jól. Én nekem különben, tehát az a véleményem, hogy ezt nem az alkotmánybíróságnak kellett volna kimondani, mellékesebb volt egy ilyen alkotmánybíró, aki ezen az állásponton volt. Ez valóban a parlament, a Magyar Országgyűlés feladata lenne, hogy akár az alkotmányban, akár pedig törvényi szinten erről döntsön. Pro vagy kontra. Vegye figyelembe a nemzetközi követelményeket, mert valóban vannak ilyenek. Vegye figyelembe a magyar közhangulatot, sok mindent vegyen figyelembe, mert ezért választották meg, hogy erről döntsön. Most rögtön hozzáteszem, hogy ennek az esélye a jelenlegi helyzetben azért kicsi, mert tudva levő, hogy a kétharmados többség a mai országgyűlésen belüli hangulatban szinte kizárható, hogy meglegyen. Tehát ez nem kérdés. Szóval a végén azért még csak elnézést kell kérnem, hogy a szakmaiságba vittük el, de hát nem állhattam meg, ha már alkotmányjogásszal beszélgető partnerem. Kedves Ükösen, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt nézhettük végig a hírórát, meg beszélgethettünk a nap legfőbb eseményeiről. Én azt gondolom, hogy egy pécsi polgár véleménye mindenképpen fontos,
még akkor is, hogyha abszolút a magánvéleményét fejti ki, na de hát ha meg a szakmában is megteheti, akkor meg különösen. Még egyszer köszönöm szépen. Minden jót, viszontlátásra.